Na, jó napot kívánok! Hát én is rég szólaltam meg már egy videóban. Nekem már nincs kedvem foglalkozni politikai ügyekkel, meg ilyen közéleti témákkal. Úgy gondolom, hogy ezt helyettem mások bőven megteszik. Most egy kicsit itt rátérnék a 2024-es önkormányzati választásokra. Első véleményem az, hogy semmi értelme nincsen, mert nagyjából borítékolható a végeredmény. És itt most kedvenc kis témánkra, Budapestre szeretnék kitérni, bár mondom, én már nem vagyok 3 éve érintett, mert nem lakom ott. De azt látom, hogy egyre rosszabb és rosszabb állapotban van. És nem azért, mert nincsen pénzhiány, hanem mert nincsen tehetség és nincsen motiváció. De akkor egy kicsit ugorjunk vissza a történelembe. A rendszerváltás után 20 évig Demszky Gábor volt a Budapest főpolgármestere, aki ez idejéig a leghosszabb ciklust töltötte be a rendszerváltás után politikai tisztséget eddig. Lehet, hogy vannak polgármesterek, akik ezt már meghaladták, de mint főpolgármester azt hiszem ő a második ebben a rangsorban. Az első az azt hiszem a Bárci István, aki a Budapest megalakulása után 24 évig volt főpolgármester. De ezt most hagyjuk itt, a rendszerváltás utáni évekkel foglalkozzunk. Tehát ő, hogy úgy mondjam, egy Coca-Cola arc volt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy szélhámos, akinek viszont megnyerő külseje van, és mindenki állandóan bedől neki. Demszky Gábor 20 éve úgy telt el, hogy ígérkedte a 4-es metrót, amit végül nem ő adott át, és állandóan soha nem volt semmire pénz. És a 20 év úgy telt el, hogy ugye ő SZDSZ-es beállítottságú volt, és a MSZP-SZDSZ volt koalícióban ebből a 20 évből 12 évig. Tehát nem tudott megegyezni még a saját partnereikkel sem, tehát ez egy óriási kamu, hogy Budapestnek nincs pénze, mert most Karácsony Gergely, ugye mint neoliberális, tehát ő már második generációja az SZDSZ-nek, és állandóan ezzel jön. De most nem is rá akarok kitérni, mert megmondom őszintén, hogy az, hogy ő mit tett, vagy mit nem tett Budapest érdekében, ez teljesen lényegtelen. Véleményem szerint a város ezer fejlődése nagyjából 1990 óta megállt. Én erről a kis patkány vitézi köcsögről szeretnék beszélni, mert úgy látom, hogy nagyon sokan elfelejtik itt a dolgokat, hogy ez a rohadt kis undorító faszopó, ez már mekkora kárt, hány milliárdos kárt okozott Budapestnek, mióta ez megjelent a színen. Ez nem egy közlekedési szakértő, ez egy média által felkapott ilyen közlekedési celeb. Mondhatnánk ugyanaz, hogy bármikor előszednek a szekrényből egy háborús szakértőt, vagy egy járvány szakértőt, ez így működik a médiában. Ő is, meg a Dorner Kebab is egy két komplett seggfej. Akkor egy kicsit kronológiailag elhoznám az ő teljesítményüket. Tehát amikor vekések voltak, már akkor is ugye ő volt, a Dávidka volt a szócső, és amikor ő beszélt, mindenki elfordította a fejét, meg lenémítottuk a tévét, csak hogy ne kelljen már hallgatni azt a faszkodásait. Utána tudjuk, hogy 2010-ben megalakította a BKK-t. Jó. Az első rendszer az volt, hogy mi nagyjából föl se állt az egész BKK, az M3-as bevezető csomópontjához, tehát a Hermine út és a Kóskároly sétányhoz egy kamerarendszert szereltetett fel, és tudjuk, hogy a Hermine útról balra bekanyarodni az M3-as felé nagyon nehéz dolog, mert ott elég nagy a szembe jövő forgalom. Viszont a Kressz úgy rendelkezik, amit a BKK-sok akkor sem tudtak és nem olvastak el, hogy aki már benne van, úgymond a kanyarodás fázisában, az végrehajthatja a kanyarodást akkor is, ha időközben a lámpa tilosra vált. És ugye ezeket az autósokat lefotózták és megbüntették. Majd amikor kiderült, hogy ezeket jogtalanul büntették meg, a BKK már fennállásának első évében beperelték őket és több milliós kártérítésre kötelezték a céget, hogy fizessék vissza az autósoknak ezeket a büntetést. Na,
Utána nem tudom, hirtelen most mindenki elfelejtette az E1 rendszert, amit 2014-ben Dávidka kezdeményezett. És állítól 2021-ben Karácsony Gergely tett feljelentést, és majd egyszer választott bíróságon tárgyalják az ügyét, de én inkább úgy érzem, hogy most azért tolják nagyon ezt a csávót, mert ugye ezeknek a különlegesen nagy értékre elkövetett csalásnak a elévülési ideje az pont 10 év. Tehát idén fog elévülni. Ezért tolják ezt a mocsok csávót. Ezzel hány milliárdos kárt okozott? Ugye tudjuk, hogy a BKK-tól kirúgták. 2015-ben volt fél évig valami államtitkár helyettes, akkor is ilyen közlekedésügyekkel foglalkozott, akkor is kirúgták. 2016-tól kinevezték a Közlekedési Múzeum igazgatójává. Tudjuk, hogy a Közlekedési Múzeum azóta nem létezik, a régit a földdel tette egyenlővé, és semmit nem tudott megvalósítani, beleértve a kelenföldi pályaudvar roskadozó régi állomás épületének az elbontását, vagy felújítását sem. Ugye ezzel párhuzamosan 2018-tól létrehozta a BFK nevű fantáziacéget, ahol mindenféle fantasztikus számítógépes tervrajzokon egy csomó ötletet kieszközölt, hogy majd hogy fog kinézni a város egy része, meg az agglomeráció egy része, meg mit mindáig hosszabbítják meg, meg összekötik az ötös metrót, illetve a híveket beviszik a Kálvin térig, még ilyen fasságokat. Hát még emlékeztek, még próbafúrást is csináltak a Kálvin téren pár évvel ezelőtt. Aztán hirtelen mindkét állásból kirúgták a csávót. Gondolhatjátok, hogy hány milliárdos kárt okozott ezekkel a látványtervekkel, hogy hány milliárdot vitt el ezzel is. És ugye hát tulajdonképpen párhuzamos állása volt. Akkor 2022-ben létre akarta hozni a Nemzeti Közlekedési Központot, ezt ugye Rázár nem engedélyezte, ez egy hónapig sem élt ez a cég, nagyon helyesen. Utána kinevezték közlekedési államtitkárnak, itt fél éven belül megint kirúgták. Tehát most gondoljatok bele, egy ilyen embert, aki fideszes hátszéllel ötször rúgtak ki a munkahelyéről, mert valószínűleg hozzá alkalmatlan, meg nem tárgyalóképes, azt honnan gondoljátok, hogy főpolgármesterként beválna? Nem fog beválni. Tehát most jelenleg én azt mondom, hogy Karácsony Gergelynek 98%-os esélye van, hogy Budapesten újra megnyerje a főpolgármester jelöltséget. Most független, hogy mit tett és mit nem tett. És ha kiderül egy borkai jellegű videó, akkor ez az esély 200% lesz. Ez annak tényében különösen érdekes, hogy ugye Borkai György, vagy Borkai Zsolt szintén indulni fog Győrben, most függetlenként, és képzeld mekkora meglepetés lesz, ha megveri a Fidesz jelöltjét. De közben esetleg megint kiderül valami szex videója. Na, lényegtelen, ez a jövő zenéje. Szóval azt el tudom képzelni, hogy esetleg megváltozik a fővárosi közgyűlésnek a kicsit az összetétele, több fideszes lesz, kevesebb liberális, de mondom, szerintem semmi jelentősége az egésznek, mert ha nagyon akarják, akkor úgyis módosítják az alaptörvényt, és megszüntetik a főpolgármesteri posztot, vagy helyére tesznek, fölé helyeznek egy bábot. Tehát úgymond neki nem lesz aláírási joga, vagy nem lesz döntési joga. De Vitézi Dávidnak az esélye az kb. 5-10%, mert annyien vasútörült van, meg ilyen vekés köcsög, aki rászavazna. Mert hány ingerük van az embereknek, látványra is ettől az embertől. Tehát most gondoljatok bele, van egy szardarab, egy hányás, te szavaznál rá? Hát nem lehet eladni sem a csávót, mert olyan undorítóan néz ki. Most ezzel plakátolják a várost, hát szerintem könyörögni fognak az emberek, hogy szedjék le a plakátokat. És ráadásul egy LMP 0%-os párt elindítja, hát igen, kurva nagy esélye van, két buzi találkozott. Na. De a Fidesz jelöltjeként indulna el, akkor is el fognak bukni. Úgyhogy neki, gyerekek, esélye nincsen, hogy elbukjon, mert nem csak közlekedésből áll a főváros. Az csak egy része. És különben sincsen semmi közlekedési projekt, és nem is várható. Mert Demszky 20 éven keresztül hűítette a budapestieket. Ugye a 4-es metróval,
aztán megépült, amikor megépült, tudjuk, mégis nem ő adta át, de most még ilyen tervek sincsenek. Most az, hogy a hévekkel mi lesz, véleményem szerint ezt így meg lehet oldani, ki kell küldeni az oroszokhoz, felújítás szimszóval, meg kell izélni a paramétereket, hogy ilyen járműveket kérünk, és 2-3 éven belül új hév szerelvényeket ők megkreálnak nekünk. Reméljük légkondicionál nélkül, és hosszú, jó működő, de a vezetőnek komfortos, meg az utasoknak is komfortos utasteret kínálva. Tehát ez ilyen egyszerű a megoldás. De akkor azt elmondom, hogy szerintem a hév, ami egyébként majdnem 100%-os menetrendszerűséggel közlekedik, nem ez a legnagyobb probléma, ez most az állam problémája. Ott van a Milfav. Tehát az is 51 éves, az is kezdi az elfáradás jelet mutatni, és akkor ugye vannak még lassan megint a 60 évhez közelítő villamoskocsik. Hát nem tudom, ezeket meddig lehet újjáépítgetni, de hát előbb-utóbb elfárad az anyag, hogy egyáltalán célszerű újjáépíteni őket, mert hát már többe kerül a leves, mint a hús. Tehát megint eljutottunk odáig, hogy azon kívül, hogy szanaszét van szervezve az egész tömegközlekedés, köszönhetően a Dávidka cégének, az egész egy nagy kulimász. Tehát az állam azt tenni a legjobban, de Karácsony Gergely is ezt a BKK nevű szemétdombot, ezt felszámolná úgy, ahogy van. Mert itt többnyire hülyék, dilettánsok és pártkatonák ülnek. Ideje lenne most már Vitézi Dávidnak ezt a szemétdombját felszámolni mindenestül, futárostul mindenestül. Mert az nem vonzó tömegközlekedés, hogy állandóan ugat az a mocskos szájú ribanc, elsajtóztatni kell, aminek semmire sem értelme, és bevétel az ugyanúgy nincsen. Ezt higgyétek el, ezt váltig merem állítani, jó? Időnként kijön ilyen BKK-s nyilatkozat, hogy több milliós bevételt vagy pódiat szabtak ki az utasokra rendőri segítséggel. Tehát lassan már nyugodtan rendőrök egyenruhába felhúzhatnák a karszallagot, de egyébként sok értelme nincs az egésznek. Én nem aggódnék emiatt, hogy most mi az a békás, amelyre még a csepeli utasokkal, ha mondjuk tegyük föl 2024 március 1-től kivezetik a Budapesti Egyesített Bérletet. Nem érdekes. Véleményem szerint ez nem több, mint egy gumicsont, amit a média vetett be, és akkor most lehet rákcselni. Aki eddig is lógott, az ezután is lógni fog, mert ez mindig is egy sportszerű dolog volt. Budapesten. Tehát összességében az, hogy most el akarják indítani ezt a Vitézi nevű patkányt, ez annak a palástolása, hogy el akarják felettetni a disznóságait. Főleg az E1 rendszert, mert az derült ki, és ugye ott eljutott egy magasabb fázisba is a feljelentés. Persze, mint tudjuk, nem lesz belőle semmi, hát pedig ő nem politikus, és látjátok, őt is védik. Mindkét oldalról hozzáteszem. És még egy visszatérés, hogy szerintem miért Karácsony Gergely fog nyerni. Ha visszamentek a 2006-os választásokig, és addig megnézitek, a Fidesz a soha nem indított komoly ellenjelöltet, mert sosem érdekelt a főváros. És Demszki mindig lazán 50% körül vagy a fölött behúzta. 2006-ban, mikor megtörtént az összödi beszéd, és voltak a zavargások, utána ugye a Talos Istvánt ráindították Demszkire, de indult az MDF-es jelölt, és talán 1,5% volt a különbség a Demszki javára. Az, hogy most utána mi történt, ez teljesen lényegtelen. Lényeg az, hogy Demszki Gáborra nem bukott meg, hanem 2010-ben nem indult, hanem nyugdíjba ment. 2010-ben nem volt egy a választásoknak, hiszen mindenki tudta, hogy a liberálisok bukni fognak. Na most,
Budapesten minél több jelöltel indul, tehát mondjuk a két úgymond ellenzék és kormány, állellenzék és kormány jelöltje felett még több jelöltel indul, akkor az mindig a kormány oldalt gyengíti. Tehát most ha én indul a Mi Hazánk, az a Fidesz fogja gyengíteni. És a Karigerit erősíteni. Ez ilyen egyszerű. Mert Budapesten kívül Lipsikre, maximum Szegedre, meg Pécsre szavaznak, azon kívül senki más. Jó, most tekintsünk el az ilyen véletlenektől, hogy kiderült az a Borkai jellegű videó. Hát akkor hirtelen haragból kicsit több helyen választottak áll ellenzéki jelöltet, egyébként meg úgy sincs semmi lényege, mert akkor meg az alpolgármester lesz a fideszes, úgyhogy kész kezet most alapon működnek ezek a dolgok. Korábban el szerettem volna mondani, illetve csinálni egy videót, de most már végig is jelentéktelen, hogy ugye amikor volt a egyes vasútvonal felújítása szeptembertől decemberig, akkor nem tudom hány ember vette észre, hogy kitették a 100-as lassú pályajelet, és 3 hét múlva elkezdődött a felújítás. És nem tudom, miért köpködtek Lázár Jánosra, ennek így kéne normálisan működnie. Érdekes módon nem kell közbeszerzést kiírni. Nem furcsa? Senkinek nem tűnt fel, mikor minden szarra állandóan közbeszerzést kell kiírni? Ott nem kell közbeszerzést kiírni, 3 hét alatt megvolt a sínanyag, megvoltak a munkások, megvoltak a pótlóbuszok, a sofőrök, és meg tudták szervezni. Miért? Mert az a nyugati tőkének egy rendkívül fontos főútvonala. Akkor nem kell érdekes módon semmit kiírni. De amikor mozdony kéne venni, azt már hányszor hatálytalanították? 5-ször vagy 6-szor a MÁV-nak? Arra érdekes módon közbeszerzést kell kiírni. Nagyon furcsán működik ez az Európai Unió. Észrevettétek, novemberig mekkora ellenségek voltunk. Aztán decemberben most megkaptuk a pénzt, most már puszipajtások vagyunk ugyanúgy. Hát a leghány ingerekkeltő ez az Európai Unió. Remélem, hogy előbb-utóbb ennek a világnak vége lesz, és történni fog valami, és megsemmisül az Európai Unió, mert ez a korrupció és a bűn meleg ágya. Visszatérve még egy mondat erejéig erre, hogy amikor hozták a Oroszország elleni szankciókat, abban érdekes módon akkor is ki lett véve az orosz metró, ami a 3-as vonalon közlekedik, az annak a alkatrész utánpótlása, mert hogy ugye az ugye fontos közlekedési eszköz. Tehát ha a nyugatnak úgymond a GDP termelésében ez hasznos, akkor semmi nem számít. Mint egyébként Bulgária is ugyanúgy behozta az oroszoktól az olajat, csak más néven. Tehát most nyugodtan kijátszhatod te is az orosz szankciókat, át kell nevezni a dolgokat, és akkor arra már nem vonatkozik, hiszen meg volt határozva, hogy mire vonatkozik. De ha te ezt átnevezed, akkor már simán kijátszható a rendszer. Ennyit ér az Európai Unió. Egy bűnszövetkezet, egy bürokratikus, szar, mocskos, buzikból álló bűnszövetkezet. És ők mondják, hogy a Kínában megfigyelő rendszer van. Nyugat-Európában is, csak oda ezt adatvédelemnek hívják, tudjátok? És Vitézi Dávidka egy mondat erejéig ennek a legfőbb képviselője, hiszen az első lépése az volt, hogy ellátott minden járművet ilyen adatkövetővel. És amikor államtitkár lett, akkor meg országosan is ugyanezt kezdte el csinálni a volánbuszokkal. Ugye? Nemrég lehet látni, hogy elvég minden helyközi busz, vagy olyan járatok, ahol be van kapcsolva a GPS, helyi járatokban nyomon követhető. Hát akkor ő mi? Csak nem a kínai kommunista párt egyik prominens képviselője, vagy netán a nyugat is pont ugyanezt csinálja? Hoppá! Szóval, aki még mindig anyározza ezt a féreg patkányt, az gondolkozzon már el ezeken egy kicsit, mert úgy látom, nagyon gyorsan felejt az ember. A média segítségével meg különösen. És hát ha belegondolsz, 4 éve volt az, hogy maradj otthon,
Már negyedik éve. Azzal is, hogy átvertek minket, ott se hittek azoknak, akik azt mondták, hogy átverés az egész. Az ukrán-orosz háború is átverés. Nincs ott semmi, nemhogy háború. Na, tschüss.